Újabb mérföldkőhöz érkezett Kecskemét azzal a megállapodással, amit ma írt alá Orbán Viktor és Szemereiné Pataki Klaudia. A Modern Városok program keretében rendezett sajtótájékoztatón elhangzott, a szerződés meghatározó lesz a megyeszékhely fejlődési irányában a következő 10 évben. Szemereiné Pataki Klaudia kiemelte, a tárgyalás alapja az volt, hogy Kecskemét milyen eredményeket tudott felmutatni az elmúlt 10 évben. Lehet, hogy lélekszámban a 7. legnagyobbak vagyunk, de ugyanakkor, ha felsoroljuk a gazdasági erőt és a kulturális társadalmi erőt, akkor rögtön Debrecen, Győr után következik Kecskemét. Tehát az elmúlt 10 évben volt az, amikor a 7. helyezésről gyorsan fölstartoltunk a 3. helyezésre. A polgármester kiemelte, az elmúlt 10 évben a város megduplázta a helyi adóbevételt. Ez ma már 10 milliárd forintot jelent a költségvetésben. Ráadásul ezt úgy sikerült elérni, hogy 20%-kal csökkentették az adó mértékét. Ezzel az elmúlt 6 évben 10 milliárd forintot hagytak fejlesztésre a vállalkozásoknál. Szemereiné Pataki Klaudia hangsúlyozta, egy teljesen új járműipari központot hoztak létre, ami évente 140 ezer autót gyárt. Erre egy jelentős beszállítói kör települt rá, ami a megye és a középalföldi régió kis és közepes vállalkozásait is érinti. Emellett fontos lépésnek nevezte, hogy július 1-től a városban egyetem is működik majd. Orbán Viktor a sajtótájékoztatón elmondta, a kormány 16,7 milliárd forint adósságot vállalt át a várostól, és 80-85 milliárd forinttal támogatta a megyeszékhely fejlődését. Így összességében 100 milliárd forinttal járult hozzá Kecskemét sikeréhez. A következő évek fejlődési irányát meghatározó megállapodás részleteit a miniszterelnök ismertette. Az első megállapodás az arról szól, hogy 25 milliárd forintot bocsátunk Kecskemét városának rendelkezésére, hogy létrehozzon egy alapot, egy gazdaságfejlesztési alapot. Ennek most még egy kevésbé romantikus munkacíme létezik, csak Kecskemét fejlődésért alap, és ide olyan pályázatokat lehet majd beadni visszatérítendő források után, amelyek pénzügyileg értelmesek és gazdaságilag kifizetődők. A kormányfő elmondta, megállapodás született arról is, hogy egy polgári célokat szolgáló új kifutópályát építenek a kecskeméti repülőtérre. Az ipartelepek folyamatos áramszolgáltatásának biztosítása érdekében pedig fejlesztik a hálózatot. A szerződés a közlekedést is érinti. A városi körgyűrű utolsó szakaszának megépítéséhez 18 milliárd forintot biztosít a kormány, és megállapodtak az 52-es út bevezető szakaszának 4-sávossá bővítéséről is. Létrehoznak egy egyetemi kutatóközpontot is, ennek részleteiről azonban még egyeztetnek. Orbán Viktor bejelentette, a megállapodás részeként rendbe hozzák a vasúti pályaudvart, mellé pedig egy új P+R parkolót építenek. A miniszterelnök beszélt a világhírű Kodály intézet fejlesztéséről is. Ennek keretében egy új 250 fős koncertterem, tantermek és stúdiók létrehozására 3 milliárd forintot biztosít a kormány. Bejelentette egy középfokú duális szakképzést szolgáló gazdasági területen működő két tannyelvű iskola és kollégium megépítését is. Orbán Viktor kiemelte, a megállapodás részeként a Városháza épületének felújításához 4 milliárd forint támogatást biztosít a kormány. A miniszterelnök a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, Kecskeméttel könnyű megállapodást kötni, az ide érkező adóforintok ugyanis megtérülnek és fialnak. A kormányfő elmondta, a jelenleg 110 ezer lakosú megyeszékhely a becslések szerint 10 év alatt 130 ezresre bővülhet. A tervek szerint Kecskemét összekapcsolódik Szolnokkal, Cegléddel és Dunaújvárossal, és egy nagy régió meghatározó központja lesz, így ennek tükrében kell a fejlesztési forrásokat is meghatározni.